A horgászok már birtokba is vehették a Zalavár és Zalaszabar közti horgászhelyeket a Kis-Balatonnál. A Balatoni Hallgazdálkodási ZRT az elmúlt időszakban mintegy 60 az út déli oldalán lévő horgászállást újított fel. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt évek során a növényzet annyira benőtte a kialakított helyeket, hogy a horgászok már nem tudták használni azokat. Eljutottunk egy olyan állapotba, hogy az itteni horgászhelyek, amelyeket a horgászok kedveltek és szerettek és használtak, egy részük teljesen benőtt, a legnagyobb részük pedig hát használhatatlan lett, annyira összenőtt már a nád. Éppen ezért hát nagy szerencsénkre az Agrárminisztériummal karöltve és az állami hallgazdálkodási feladatok támogatása című zsebből kapva forrást ehhez a feladathoz, mintegy 18 millió forintot gyakorlatilag meg tudtuk valósítani ezeknek a horgászhelyeknek a rekonstrukcióját. A Kis-Balaton speciális terület, ugyanis természetvédelem alatt áll, így a horgászok mindössze a zalavári szakaszt, illetve a kányavári szigetet használhatják. A Hallgazdálkodási ZRT a projekt keretein belül tájékoztató támlákat is kihelyezett, emellett 25 szemetes is helyet kapott a területen. A beruházást támogató Agrárminisztérium szerint a terület fontos a horgászturizmus szempontjából is. 2016 óta ugye törvényben megszüntetett kereskedelmi célú halászattal, és az új törvénynek a szellemiségével összhangban a horgászturizmus nem csak Balatonon, de országos szinten is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A Balaton esetében ugye Magyarország ugye a legnagyobb édesvízi, vagy a legnagyobb tava, a legvonzóbb turisztikai, horgászturisztikai célpont jelenleg. Ezek a beruházásokkal is próbáljuk támogatni, hiszen itt a vízpartnak a hozzáférhetősége az egyéb turisztikai célú igénybevétel miatt korlátozott. A projekt megvalósításában a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Balaton Felvidéki Nemzeti Park is részt vett. A péntek délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, amennyiben lesz rá lehetőség, a jövőben bővítik a horgászhelyeket, illetve tervben van a Zalavári út északi szakaszán lévő horgászállások megújítása is.